Tolnán a 90-es évek közepén zárták be a városi bölcsödét. Azóta a magánintézményekben cseperedhetnek a kicsik. A város vezetése évekkel ezelőtt tervbe vette az intézmény újbóli életre keltését, és a top pályázatok második köre meg is teremtette rá a forrást. A beruházás el is indult, ám az építőanyag források bedugulása jelentősen lassítja a folyamatokat. Nem csak az árak szaladtak el, hanem hiány is van belőle, hogy jelezte májusban a kivitelező, hogy hiába igazolta vissza a gyártó bizonyos szigetelő anyagokat, egész egyszerűen nem tudja leszállítani, és vannak olyan munkálatok, amiket addig nem tud folytatni, amíg ezeket a szigetelő elemeket nem szállítják, vagy nem helyezi fel. Bár látszatra az építkezés előre haladott állapotban van, az egyenlőre nem tudható, mikor lehet majd szalagot vágni. És akkor még egy hosszú procedúra is hátra van a szükséges engedélyek beszerzésére. Az önkormányzat létre fogja hozni a bölcsődei intézményt. A képviselőtestület úgy döntött, hogy nem vonja össze egyik intézményével sem, hanem egy önálló intézményt hoz létre, egy bölcsődei intézményt. Ezt nyilván mi meg fogjuk tenni még az ősz folyamán, és utána lehet maga a működési engedély megszerzését a kormányhivatalnál kezdeményezni. A kétcsoportos intézményben 24 kisgyerek cseperedhet majd. A tolnai önkormányzat azt szeretné, ha a lakosság javaslatokat tenne arra nézve, mi legyen az új bölcsöde neve. Ezért rövidesen a város elektronikus felületein felhívás lát majd napvilágot a névválasztás ügyében.